Kedves hallgatóink, a tehetségkifejezés meglehetősen túlterhelt fogalom, hiszen képesség vagy adottság mellett kitartást is feltételez. A Róma tehetségek segítése nem csak módszert, szemléletet is feltételez. Ma Magyarországon mekkora esélye van a fejlődésre azoknak a tehetséges gyerekeknek, akik mély szegénységben a cigánysoron élnek. Mennyire tud a zene, a tánc, a vers szocializálni, integrálni? Erről beszélgetünk a következő percekben Demarcsek Zsuzsával, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével, néptánc és drámapedagógussal, tehetségfejlesztési szakértővel. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok, köszönöm szépen én is önt és a kedves hallgatókat is. Beszélgetésünk elején mutassuk be a hallgatóinak a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolát. Miért jó az iskola tagjai közé kerülni? Erről meséljen nekünk. A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola 24 éve működik itt Nyíregyháza székhelye, és a környező településeken is, mint Biri, Nagykálló, Geszterét, Bökön, kis hagyományjal rendelkező településeken, illetve Tiszavasvári van, Tiszaeszláron, tehát a környező településekre is utazó tanárok járnak ki. Itt a művészeti iskolában néptáncot, színjátékot, képzőművészet különböző ágait, illetve népzenét lehet tanulni 6-tól 22 éves korig. Ez egy nagyon különleges intézménytípus, hiszen iskola, tehát bizonyítványt kapnak a gyerekek a teljesítményükről. A gyerekek önként vállalják ezt a tevékenységet, tehát nem kötelező ide járni, hanem aki szeretne, az kipróbálhatja magát a különböző művészeti ágakban. És tulajdonképpen azért egy fantasztikus dolog, mert hogy szabadon válogathat a különböző művészeti területek között a gyerek, ami az érdeklődésének, a kíváncsiságának megfelelő, amiben igazán ki tudja bontakoztatni a tehetségét. Tehát váltogathatja is tulajdonképpen a tanszakokat, megismerhet több területet, és ami a legeslegfontosabb, hogy ez egy élménynyújtó iskola, ahol a tehetségek kibontakozása mellett nagyon-nagyon fontos az, hogy a személyisége fejlődjön a gyereknek, és különböző művészeti ágakon keresztül ismerje meg a világot, és találja meg benne önmagát, és legyen egy olyan képe a világról, ami aztán később az egész életében talán hasznosítható lesz. Azért jó ide járni, hogy erre a kérdésre is válaszoljak, mert közösségben van a gyermek, rengeteg élmény éri, rengeteg inger éri. Ez egy nagyon erősen innovatív iskola, tehát a heti 4 tanítási órán kívül mi nagyon sok egyéb programot biztosítunk a gyerekeknek, ami megint csak a megismerési folyamatokat segíti, a tanulási folyamatokat segíti, de játszva önfeledten, és ezért érdemes ide jönni, mert ha ezeket kipróbálja a gyermek, akkor nagyon-nagyon sok minden tapasztalatra tesz szert az évek során. Tehát 12 évig lehet ide járni, tehát 12 éves maga az intézmény. Tehát nagyon sok tapasztalat gyűjthető így a 12 év alatt. Mesélj egy kicsit arról, amikor egy gyermek bekapcsolódik a programba, hogyan kezdődik számára az oktatás, és most az oktatást azért idézőjelbe tettem, mit és hogyan tanulnak a diákok, hogyan épül fel a képzési programjuk? Az iskolában 3 szint van. Az első, ami nem kötelező, bár nagyon sokszor így indítjuk a képzést, az előképző évfolyamok, ez 2 évfolyam. Ide az első osztályos gyerekeket várjuk alapvetően. Számukra az ismerkedés a művészetekkel, játék, nagyon-nagyon erősen a játék van a fókuszban. Tulajdonképpen minden egyes művészeti ágon, tehát játékos formában ismerkednek különböző területekkel, és ezáltal bevonódnak egy-egy területre, megismerik ezt a területet, és hogyha ez örömet okoz számukra, akkor tovább tudják folytatni az alapfokú évfolyamokon. Ha nem, akkor megválaszthat egy másik tanszakot, tehát szabad átjárás van a tanszakok között. Az alapfokú évfolyam az 6 évfolyamot takar magába. Tulajdonképpen ez, hogyha az általános iskolára vetítjük, akkor 3. osztálytól fölfelé
5-6 év, de az az izgalmasság ennek a művészeti képzésnek, hogy az alapfokú évfolyamok képzésébe akár középiskolás korú fiatal is bekapcsolódhat. Tehát végtelenül rugalmas a tananyag, nyilván a gyerekek igényeihez, szükségleteihez, életkorához igazítjuk azt a tartalmat, amit kapnak a gyerekek. Ez egy főleg képességfejlesztésre épülő képzés. Tehát az a fontos, hogy a képességeiket úgy fejlesztjük a gyerekeknek, hogy bármelyik területen tovább tudjanak lépni, vagy átjárható legyen egy másik művészeti iskolában, és tudják folytatni a tanulmányaikat. Az alapfokú 6 év után pedig jön a továbbképző évfolyam. Nyilván a legtöbb ilyen területen előképző, ez az alapfokú évfolyamokon vannak, létszámmal van többen a gyerekek. A továbbképző évfolyamában már azok a gyerekek maradnak, akik nagyon nagy elkötelezettséggel vannak a választott művészeti ág iránt, akár továbbtanulást is fontolgatják, és középiskolában, művészeti középiskolában szeretnének tovább tanulni, vagy olyanra is volt példa, hogy elvégezte a továbbképzést, és rögtön az egyetemre jelentkeztek tőlünk fiatalok, tehát szakirányban a művészeti egyetemekre. Tehát elég széles a paletta, sokféle elágazás lehetséges, de ami a legeslegfontosabb az, hogy ez alatt nyílik ki a személyiségük, rengeteg olyan területen fejlődnek, amelyet észrevétlenül a képzés által fejlődik, tehát akár a kommunikációjuk, akár az önismeretük, akár az önbizalmuk, ezek mind-mind olyan területek, amelynek a fejlesztésére nagyon-nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni. Ugye beszélgetésünk fő témája a roma fiatalok tehetséggondozása. Ma Magyarországon mekkora esélye van a fejlődésre azoknak a tehetséges gyerekeknek, akik mély szegénységben a cigány soron élnek? Gondolom ilyen diákjuk is van. Igen, nagyon sok ilyen diákunk van. Nem tudom fölmérni, hogy ez Magyarországon mit jelent tulajdonképpen. Azt tudom csak, hogy a mi környezetünkben, Tiszavasváriban nagyon-nagyon sok cigány gyerek van a művészeti iskolai képzésen belül, Biriben, főleg középiskolás fiatalokkal foglalkozunk, de itt Nyíregyházán is. Én azt gondolom, hogy a művészeti iskola egy olyan esélyteremtő iskola számukra, amelyben a tehetségük ki tud bontakozni. Mégpedig azért, mert egy elfogadó-befogadó környezetben vannak a gyerekek, és az értékek mentén tulajdonképpen nem csak, hogy elismerjük az eredményeiket, a tevékenységüket, hanem ki is emeljük, és példaként tudjuk bemutatni mások számára is. És ezáltal nagyon erősen nő az önbizalom, el tudja képzelni az életét úgy, hogy ő egy sikeres emberré válhat, mert tehetséges valamiben, és ebben a tehetségnek a kibontakoztatásában, a mélyreásásban tudunk mi segítségükre lenni. És az egy fantasztikus dolog, amikor ezek a gyerekek rádöbbennek arra, hogy amit ő tud, az egy különleges tudás, és ezt a különleges tudást szeretnék minél szélesebb körben megmutatni, hogy kapjanak olyan visszajelzéseket, ami tovább erősíti ezt a hitet, hogy igen, én képes vagyok sok mindenre, és képes vagyok akár bármire is, amit elém vár az élet. Tehát lehetőséget és esélyt kell adni, és eszközöket, ez a másik nagyon fontos dolog. És mi ebben próbálunk a segítségünkre lenni, hogy eszközöket biztosítunk, hogy lehetőségeket, hogy programokat biztosítunk számukra, nem csak a gyerekek számára, hanem nagyon sok esetben a szülők számára is. És azt gondolom, hogy ez egy olyan kitörési pont lehetséges, ami ha megalapozza az önbizalmat, és fejleszti a személyiségüket, nyitja a személyiségüket, integrálja a személyiségüket, akkor ez olyan alapot teremthet, amire aztán lehet építeni az élet bármely területén. Tehát nagyon-nagyon fontos mind a mély szegénységben élő gyerekek számára, de általában minden gyermek fejlődési folyamatában a művészeti nevelésnek nagyon nagy szerepe van. Munkájuk már számos esetben bebizonyította, hogy ha van esély, akkor élnek is vele. Gondolom minden gyerekre büszke, de van olyan siker, amely például szolgálhat? Hány kiemelkedően tehetséges fiatal támogatását biztosítja például az iskola? Kire a legbüszkébb?
Gondolom ez a legnehezebb kérdés a beszélgetésünk során. Igen, mert hála Istennek nagyon-nagyon sok cigány származású fiatal tehetséget sikerült felfedezni, azonosítani, illetve talán az életútját is elindítani. Az egyik ilyen nagy-nagy büszkeségünk a Rózsa Krisztián színművész, aki Miskolcon a Nemzeti Színháznak a tagja, és hát ő volt az első, akit itt sikerült a színművészeti pályára elindítani. Egy végtelenül kitartó és nagyon, nagyon lelkes fiatalember volt, illetve most már egy kiteljesedett színművész, és a tehetsége kibontakozott, tehát nem csak tehetség ígéret maradt, hanem valóban beváltotta a sikereket is. Úgyhogy az egyik büszkeségünk talán ő, a másik pedig az az óriási siker, amit Biliben értünk el középiskolás gyerekekkel, ez számomra is egy életre szóló élmény volt, hiszen velük először foglalkoztam, először találkoztunk, tehát egy nagyon-nagyon komoly elfogadási folyamaton is át kellett esnünk mindannyiunknak, nekem is, nekik is, meg kellett ismerjük egymást, és nagyon rövid idő alatt sikerült ezt elérni, és készültünk egy színdarabbal. Először játszottak, soha nem találkoztak korábban színjátszással, és hát nagyon sokféle gátat kellett feloldani ahhoz, hogy sikerüljön először az első megszólalás mások előtt. Aztán annyira sikerült megismerjük egymást és feloldani ezeket a gátakat, hogy végül vettem egy nagy levegőt, és úgy ítéltem meg, hogy igenis meg kell mutatni azt, amivel foglalkoztunk, amivel dolgoztunk másoknak is, és elvittük az Országos Diákszínjátszó Fesztivál regionális döntőjére, ahol olyan katartikus élményt sikerült szerezni, és olyan felemelkedett hangulatot teremtettek a gyerekek, hogy állva tapsolták őket. Szóval ez egy óriási dolog volt, és arany minősítéssel jutalmazta a zsűri őket, és ennek okán aztán az országos fesztiválra is meghívást kaptak Püspökladányba. Tehát, hogy kimozdultunk Biriből hirtelen Nyíregyháza, aztán Püspökladány, és meghívást kaptunk egy országos nagy fesztiválra még Budapestre, a Nemes Nagy Fesztiválra, ahol bizony drámatagozatos gimnáziumokkal, színész kettő, tehát szakképzéssel foglalkozó iskolákkal vettük fel a versenyt, úgymond, mert hát csak örültünk, hogy egyáltalán eljutottunk oda, és az óriási meglepetés az volt, hogy elhoztuk arról a fesztiválról a fődíjat. Óriási meglepetés volt, viszont a legnagyobb meglepetés az volt, hogy amikor megérkeztünk a fesztiválra, már az iskola falán ki volt írva az előadásunk címe, és a kortárs közösségek állva tapsolták a fiatalok a Biriből útnak induló cigány csapatot, akik a Vagyunk, akik vagyunk előadásunkat mutattuk be Biriből, és a Terne Csérhaja színkör elnevezéssel futottuk be ezt a kört, aminek aztán végül az lett az eredménye, hogy eljutottunk Pécsre, tehát az volt a fődíj, hogy a pécsi színjátszó, felnőtt színjátszó fesztivál posztov rendezvényére meghívást kaptunk, és még nincs vége a körnek. Ugyanezzel az előadással német színjátszó fesztiválra kaptunk meghívást, és sikerült a gyerekekkel kimenni oda is, tehát hogy ez egy csodálatos siker széria volt úgy, hogy szeptemberben a nulláról kezdtük, és májusban már befutottuk ezeket a köröket, tehát ez fantasztikus munka volt, végtelenül sokat jelentett számomra is ez a siker, és ez nem állt meg, hanem a következő években készítettük a cigánymandal előadásunkat. Aztán jött az igény a gyerekekről, hogy ne szerkesztett játék legyen, hanem színházi előadást szeretnének végigvinni szerepeket és megformálni a karaktereket, és így a szállami boszorkányokat dolgoztuk át a saját képünkre formálva. Aztán utána a Pintér Béla Paraszt Opera című darabját vittük színpadra, amiben ugyancsak ilyen nagy sikereket értünk el. Úgyhogy egy ilyen különleges világba csöppentem én magam is bele,
és azt láttam, hogy ezek a gyerekek, hogyha a lehetőséget kapnak, hogyha a megfelelő kapcsolat alakul ki a pedagógus és a gyerekek között, és van egy olyan támogató környezet, mint a Dankó Pista Gimnázium Béliben, ahol a Almási Katalin igazgatóasszony mindent megtett annak érdekében, hogy mi tudjuk ezt a munkát végezni, és el tudjunk jutni ezekre a helyekre, fesztiválokra, tehát végtelenül támogató, segítő környezetben dolgoztunk, és nagyon jó együttműködésben. Tehát így valóban csoda dolgokat lehetett elérni. De nem régiben van egy másik példa is a táncosokkal, itt Mizsányi Zoltán nevét szeretném kiemelni, aki egy elképesztő érzékkel dolgozik, és a gyerekekkel, és egy nagyon-nagyon jó pedagógus, hogy Tiszavasváriban a Magiszter Általános Iskolában ért el egy olyan sikert, ami szintén egyedülálló. Még talán nem is volt a gyermek néptánc antológiák történetében olyan, hogy cigány csoporttól bekerült volna ide. Ez egy nagyon rangos esemény a néptáncosok világában, hiszen itt egy tanévnek vagy egy évnek a legkiválóbb produkcióit hívják meg egy nagyon komoly zsűrizés után, és bizony a Magiszter Tánc Együttes meghívást kapott a néptánc antológiára. Őrkői táncokat táncoltak, ráadásul egy nagyon nehéz erdélyi cigány táncot, úgyhogy ez egy nagyon különleges esemény volt. Remélem, hogy sikerül majd megismételni a jövőben ugyanezt ezt a nagy teljesítményt. Most, hogy már nem vagyunk annyira bezárva a Covid miatt, talán úgyfent tudunk menni fesztiválokra, és lépésről lépésre tudnak majd elindulni a gyerekek ismételten ezen az úton. De hogy a képzőművészet területéről is mondjak példát, és ez egy nagyon különleges példa szintén, adja egy ötöst pályázat keretein belül, cigány és nem cigány gyerekeknek közösen kellett egy képzőművészeti alkotást létrehozni, aminek eredményeképpen Eklerné Vas Mária kolléganőm felkészítésével a gyerekek megnyertek egy országos versenyt, és aztán ez kiderült, hogy nem csak országos, hanem európai szintű verseny is volt, ott harmadik helyezést értek el, és Athénba kaptak meghívást, ott volt a díjkiosztó, és mehettek a szülők is a gyerekekkel, tehát ez is egy fantasztikus élmény volt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a pár eredmény is önmagáért beszél, tehát el lehet indulni az úton, és ennek az útnak a végén ott van a siker, ott van a lehetőség minden gyermek számára. Persze nagyon sok tényező szükséges hozzá, hogy minden szépen meg tudjon valósulni. Ezekről a tényezőkről beszélgessünk még, de adódik a kérdés, hogy olyan gyerekeknek is nagyon jó a programjuk, akik valamiért nem találják a helyüket az iskolában. Úgymond kilógnak a sorból, olyan csodabogaraknak tűnnek. Hogyne, hiszen ezek a csodabogarak legtöbbször fantasztikus tehetségek, csak sokszor lepleződik magatartászavarral, vagy éppen az, hogy nem érzi jól magát az általános közegben a gyermek, mert hogy vagy az érdeklődése más irányban mozdul el, vagy valóban a benne lévő energiát nem tudja lekötni, vagy az érdeklődését nem tudja lekötni, mert már több mindent tud a világon, ami nehezebben tud a többiekkel együtt haladni. Ebben az iskolatípusban az a fantasztikus, hogyha egy-egy művészeti területet választ a gyerek, akkor az igényéhez, szükségleteihez próbálunk igazodni, és megtalálni azt a formát, amiben ő jól érzi magát. Tehát, hogy lekötni azokat a fölösleges energiákat, ami esetleg őt akadályozza. Tehát több feladattal, egyéni feladattal meg tudjuk kínálni a gyerekeket. Minden egyes művészeti ágban ez igaz. És azt gondolom, hogyha a kettő egymásra talál, és szívesen kiéli magát, akkor a gyerekek kezdeményezéseire is tudunk megfelelő választ adni. Tehát
Az alkotói folyamat mindig oda visszahat. A gyerek tudja inspirálni a pedagógust, tudja irányítani is akár a pedagógust azzal, hogy az ő érdeklődésének megfelelően kezdeményezés és új utakat keres, amiben mi pedig támogatóan vagyunk mellette, és próbáljuk segíteni azt, hogy igenis ő ki tudja próbálni magát bármilyen területen, amit elképzel. Tehát ezért ez egy nagyon-nagyon-nagyon csodálatos lehetőség a gyerekek számára. A csoportos zene-tánc-színpadi tanulás módszerének alkalmazása során fejlődő képességek az élet mely területén hoznak még pozitív változást a gyerekek életében? Ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy mit visz magával? Tulajdonképpen nyilván az adott művészeti ágnak az ismeretét, ami egy életminőség változást is okozhat. Például a néptánc kapcsán az, hogy különböző táncalkalmakon nem jelent számára problémát fölállni és táncolni bárkivel, tehát hogy nyitottá válik, felszabadult a mozgás kultúrája, és ezáltal ilyen eseményekben lubickolhat is akár, élvezheti azt a szabadságot, hogy korlátlanul tudja jól érezni magát, és tud kapcsolatot létesíteni emberekkel. Nyilván a kommunikáció szintén egy nagyon fontos tényezője ennek a történetnek, hiszen nagyon sokat beszélnek a gyerekek, olyan projekteket csinálunk, amiben kifejezetten fontos az, hogy ő beszámoljon arról, amit elvégzett, amire ő nagyon büszke, arra a tevékenységformára, és ezáltal nyilván a mások előtt történő megnyilvánulás ismételten egy olyan óriási fejlesztő hatású, ami később az élet bármely területén tud hasznosítani. Az, hogy együttműködik másokkal. Nagyon-nagyon fontos, hogy az együttműködési képességeket olyan szinten fejlesztük, ami aztán később a munka bármely területén fontos tényezővé válhat, hiszen ma már talán nincs is olyan pálya, ahol ne lenne szükség arra, hogy másokkal együttműködve hozzanak létre terméket, vagy együttműködve dolgozzanak bármelyik munka területen. Tehát ezekhez nagyon-nagyon komolyan hozzájárul a képzésünk. Nyilván az önismeret, az önbizalom fejlesztése, ahogy említettem már korábban is, egy végtelenül fontos tényező, hiszen ahhoz, hogy az életben megálljuk a helyünket, kell egy magabiztosság, kell egy határozott fellépés, kell egy önbizalom. És ezeket a területeket mindegyik művészeti ágon maximálisan fejlesztjük, akár mondhatnám a zenei példát, amikor ki kell állni mások elé, meg kell szólaltatni a hangszert, az egy nem kis feszültséggel, stresszel járó dolog, ugyanakkor egy borzasztó nagy öröm és siker, amikor ez megvalósul. Természetesen törekszünk arra, hogy a gyerekeket ismerve mindig olyan helyzetbe hozzuk őket, ahol ez a stressz kezelhető, és igazán pozitív stresszként hat. Tehát, hogy mindenben megerősítsük a gyerekeket, és nyilván azok a komolyabb megmérettetésekre már akkor mennek el a gyerekek, amikor lelkileg is és fizikailag megerősödve határozottan tudnak odaállni, hiszen a fokozatosság nagyon-nagyon fontos abban, hogy valóban ne további gátakat építsünk, hanem felszabadítsuk ezeket a gátakat. És azt gondolom, hogy ez a sokszínűség, hogy a világról nagyon sok olyan információ jutnak a gyerekek menet közben, ami egy játékos tanulás tulajdonképpen. Ezek mind ezek az ismeretek, tudások beépülnek és hasznosulnak az élet bármely területén. Illetve ami egy csodálatos élmény, hogy amikor már a tanítványaink hozzák a gyerekeiket vissza az iskolába, illetve megkeresik azokat az utakat, amikben jól érzik magukat, ha csak azt beszélem, vagy veszem, hogy egy táncházba rendszeresen eljárnak, illetve már a gyerekeiket beíratják táncra vagy képzőművészetre. Ezek mind-mind fontos dolgok, hiszen adják át a következő generációnak. És hát mi nagyon hiszünk abban, hogy a művészet oktatással olyan értékeket közvetítünk a nemzeti kultúránkból, ami csak így fog tudni fönnmaradni.
Tehát így tudjuk átörökíteni nemzedékről nemzedékre, hogyha ezek a gyerekek bevonódnak, és szeretik ezt csinálni, és adják tovább majd a saját gyerekeiknek is azt az igényt, és azt az örömet, amit ez jelent. Eddig arról beszélgettünk, hogy mit ad az iskola, mit ad ön a gyerekeknek, de önnek mit adnak ezek az alkalmak, a közös találkozások, a közös tanulások, mit kap ön a gyerekektől? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Megmondom őszintén, hogy talán a legnagyobb élményt és a legnagyobb kötődést alakította ki a számomra is konkrétan a Ternecsérhelye színkörrel, illetve hát a Ternecsérhelye zenekarral való együttműködés, hiszen még róluk nem is beszéltem a zenekarról, akik a pandémia idején sikerült egy csodálatos zenei albumot összehozni, sok-sok segítővel és hozzáértő szakemberrel együtt. Itt Olá József nevét feltétlenül meg kell említeni, aki a Bánógrász zenekarnak a vezetője. Itt ez a négy fiatal ember a Ternecsérhelye színkörből egy zenekart alapított gyakorlatilag, és ezzel a négy fiatallal dolgoztunk a pandémia idején. Akkor a színjátéknak az nem tett jót ez az időszak, nehezen lehetett úgy próbálni, hogy online mondtuk össze a szövegeket, tehát az nem volt elég hatékony, és kitaláltuk, hogy akkor dolgozni fogunk itt az iskolában. A pandémia körülbelül 2-3 hetet adott nekünk, hogy egybefüggően tudtunk stúdiómunkát végezni. Tehát az egyik élményem az volt velük kapcsolatosan, hogy képesek voltak arra, hogy magyar népzenét autentikus adatközlőkön keresztül ismertek meg ezek a fiatalok, és átformálták a saját kultúrájukra, a saját érzéseikre, és a feldolgozásokból születtek csodálatos zenei feldolgozások. Illetve ami még izgalmas volt az, hogy nagyon fontos volt számukra is, hogy a saját hagyományukat tovább éltessék, és hodászai gyűjtések alapján dolgozták föl a különböző dalokat, amelyben kiderült, hogy az egyik énekesnek az ük nagyapja énekelte föl annak idején, és az ük nagyanyja. Az adatközlő ők voltak tulajdonképpen, és énekelték fel ezeket a nótákat. Tehát nagyon sok élményt jelentett számomra is az együtt munkálkodás. Nagyon sok értéket fedeztem föl, én magam is nagyon sokat tanultam, például ezt a hodászti nótát én nem ismertem korábban, illetve érzelmileg és emberileg is nagyon sokat fejlődtem. Megtanultam azt, hogy más utakat is be kell járni pedagógusként is, mint amit korábban megszoktam. Hogy meg kell próbálni úgy közel kerülni a fiatalokhoz, hogy aztán ők megnyíljanak, és teljes bizalommal és kölcsönös tisztelettel forduljunk egymás felé. És én azt gondolom, hogy nekem nagy szerencsém az, hogy én magam is ismerem a cigánytáncot, és a cigány dalokat is, sőt, azzal is most eldicsekszem, hogy az egyik díjamat is a cigánytánccal, sőt, kettőt is cigánytánccal kaptam, tehát számomra nagyon, nagyon közeli ez a kultúra, és talán érezték rajtam, hogy nagy tisztelettel és alázattal fordulok a kultúrájuk felé, és nagyon tisztelem őket is, amilyen fantasztikusan tudnak a saját nyelvükön, táncnyelvükön vagy zenei nyelvükön beszélni. Annyira különleges, annyira ősi energiával teli ez a tánc, ez a kultúra, ez a zene, hogy ezt a különlegességet én szerettem volna megmutatni minél szélesebb körben, és általuk rajtuk keresztül, hiszen ők a leghitelesebbek ebben. És ezt a munkafolyamatot, ezt annyira, annyira sokszínűen éltem meg, és annyira sokat tanultam belőle, és feltöltött, és végtelen büszkeséggel töltött el az, hogy ennek ilyen eredménye lett, hogy talán a legnagyobb élményeim közé tartozik ez,
és nagyon örülök, hogy csinálhatom is, és hogy ezt a bizalmat elnyertem. Ez nagyon fontos dolog. A szülők részéről is, a gyerekek részéről is, és talán így teljesedett ki igazából a pedagógusi létem, hogy velük együtt dolgozhatok. Még nagyon sok tehetséges diákot, nagyon sok lelkesedést kívánok önnek, és köszönöm szépen az interjút az elmúlt percekben Demarcsek Zsuzsával, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével, néptánc és drámapedagógussal, tehetségfejlesztő szakértővel beszélgettünk. Köszönöm önnek, további szép napot kívánok! Én is köszönöm, viszontlátásra!